Egy különleges utazásra invitáljuk most Önöket, ugyanis bemutatjuk a Milka legújabb termékét, amely hullámos, apró golyócskákkal van megszorva. Higgyék el, nagyon ízletes lesz, és már is megmutatjuk mindazt, hogy ez hogyan is készül. Nagyon fontos tudni, hogy ez a termék csak és kizárólag itt a fehérvári üzemben készül, és az egész európai piacot kiszolgálja. Stábunk ellátogatott abba a gyárba, ahol a szorgos kezek és a modern technológia segítségével több ezer tonna csokoládé készül évente. Az édesszájúak legnagyobb örömére tavasztól már a boltok polcaira került a finomság. Ez az édesség tehát nem csak országunkat, hanem egész Európát kiszolgálja. Az üzem jelenleg 500 embernek ad munkát, de mint azt a kommunikációs vezetőtől megtudtuk, még minimum 100 dolgozóra van szüksége a cégnek. A legújabb hullámos finomságot csütörtökön kóstolhatták meg a sajtómunkatársai. A székesfehérvári gyár fantasztikus lehetőségek előtt áll, a termelés növekszik, további termelési volumeneket kapunk, igazából munkaerő kell hozzá, és hogyha az van, akkor a határa csillagos ég. És ha már lehetőség, milyen lehetőséget kínálnak azoknak, akik esetleg ide szeretnének érkezni, vagy így szeretnének önöknél dolgozni? A győri kekszes kollégák azt mondják, akik itt dolgoznak nap, mint nap, ők azért szeretnek itt dolgozni, mert nagyon családias a légkör. Itt mindenki mindenkit ismer, itt nagyon az emberek munkaidő után is gyakran összejárnak. Baráti, nagyon családias légkör van itt, nem olyan, mint egy gyár, ahol dudaszóra történnek a dolgok, itt ilyen nincs nálunk, és arról nem is beszélve, hogy itt korlátlanul lehet édességeket, finomságokat fogyasztani, nem a gyártósorok mellett, de a munkaidőben is. Ez az újdonság egyébként mióta van forgalomban a boltokban? A termék már áprilisban egyébként megjelent, viszont a teljes disztribúciós csatornákban csak júniusban jelent meg, viszont utána jött a nyár. A nyár az pedig tipikusan nem a csokoládénak az időszaka, hiszen olvad, úgyhogy azért döntöttünk úgy, hogy a hivatalos bemutatkozása most szeptemberben kerül sor. Az ikonikus alpesi csokoládé gyártása 3 éve költözött a fehérvári üzembe. A most piacra kerülő csokoládé a cégén már 3. innovatív terméke, amely a gyártóegységhez köthető. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, reméli még számos különlegesség indulhat világhódító útjára a koronázó városból. Azt gondolom, hogy kulcsfontosságú a fehérvári gazdaság számára minden újabb-újabb innováció, adott esetben újabb termékbevezetés, amit itt gyártanak Székesfehérváron, és hát hogyha ebből pedig olyan termék jön ki, amit aztán utána közvetlenül a polcokon egész Európába úgy fognak leemelni, hogy ez Székesfehérváron került gyártásba és ott készült, akkor azt gondolom, hogy nekünk az nagyon megtisztelő és nagyon-nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag ezen keresztül egyfajta városmarketing értékkel is bír. A Mondaliz most már évek óta egy nagyon kiemelt stratégiai partnere a városnak. Nyilván ez munkaerő számban, munkahely számban ugyanúgy jelentkezik, mint helyi adóban, és ebben a tekintetben egy nagyon fontos brandben, a Milkában, amit azt gondolom, hogy a világon mindenhol ismernek, és azt gondolom, nagyon megtisztelő, hogy egy új innovációra, egy új termék gyártására itt Fehérváron kerül sor, és ahogy a kérdésben is elhangzott, valóban ezt a új Milka terméket egész európai piac vonatkozásában Fehérváron fogják gyártani, tehát bármelyik európai országban egy polcról ezt a terméket valaki leemeli, akkor egy fehérvári munkaerővel gyártott terméket vesz le a polcról. Azt gondolom, hogy erre igenis lehetünk büszkék. És ugye visszatérve egy mondat erejéig, ahogy a polgármester úr fogalmazott, sok embernek ad munkát az üzem, azért ez is nagy fontossággal bír a városban, és nem csak a városlakók számára. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon stabil üzemről beszélünk, amelyik rosszabb és most jobb időkben is folyamatosan fejleszt, biztosítja a munkahelyet, családok számára egzisztenciát nyújt. A város számára az agráriumhoz, az élelmiszeriparhoz kapcsolódóan azt gondolom, hogy segít abban, hogy ez a fajta hagyományos ipar részünk, területünk, ez itt maradjon Székesfehérváron, innovációt hajt végre, hiszen új termékeket vezet be, ez most már a 3. olyan új Milka termék, aminek a gyártása itt történik Székesfehérváron, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és még egyszer, itt egy olyan brandről beszélünk, amit a világon mindenhol, aki a csokoládét szereti, kisebb vagy nagyobb az egyaránt, nagyon-nagyon szereti. Számomra meg különösen kedves, mert mindenki tudja rólam, hogy a csokoládénak nagy híve vagyok. A Milka természetesen úgymond hivatalból is, de hát azt gondolom, hogy egyébként is ezek közül pedig a prémium kategória, és nagyon-nagyon finom csokoládé.
Pál László gyárigazgató elmondta, különösen jó helyzetben van a cég, hiszen a fehérvári gyárban több terméket is gyártanak. Büszkék vagyunk, hogy ha gyártókapacitásokat tudunk létrehozni. Másrészt azért is, mert a Mondelezen belül a legtöbb gyár csak specifikus kategóriákat, egy-egy snack kategóriát gyárt. Mi azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, kollégáim néha ezt másképp fogalmazzák meg, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több kategóriát tudunk gyártani, hiszen itt gyártjuk a keks termékeinket is, és csokoládé termékeinket is. Olyan termékek gördülnek le a sorainkról, mindannyian jól ismernek, személyes kedvencem a vaníliás karika, vagy a pilóta keks, a győri édes termékcsalád. De ezek mellett, a termékek mellett számos nemzetközi nagy brendet, nagy márkát is gyártunk. Az eseményen jelen volt Liptai Klaudia, aki gyerekkora óta rajong a csokoládéért, és már többször ellátogatott a fehérvári gyárba. Tényleg már sokszor elmondtam, hiszen 2,5 évvel ezelőtt járhattam én itt először ebben a gyárban, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam tőle, hogy nagyon nagy élmény volt, és elmondtam már, hogy mi a kötődés Amerikához, de azért még egyszer, vagy még ezerszer elmondanám. Biztos vagyok benne, hogy a brit tudósok már kikutatták azt, hogy vannak szavak, aminek a hallatán az embernek bármilyen, de valamilyen biológiai reakció elindul a testében. Én nekem gyerekkorom óta, hogyha a Milka szót meghallom, akkor egyértelmű, hogy komoly nyáltermelés az, ami elindul, akkor már most tudom aki mondani. És rögtön valami tényleg, amit mondta Zsófi is, olyan látság és valami kellemesség jut eszembe. Tehát annyira komolyan kötődök a Milkához, hogy gyerekkoromban kértem anyukámat, hogy ilyen színűre fesse a szobát, nagyon szerettem ezt a lilát. Nem tettem meg, csak egy kicsit tányérokat festett lilára. És a barátnőm, aki volt olyan szerencsés, hogy nekik voltak NSK-ban rokonai, és hoztak haza akkor Milkát, akkor még tök érdekes, ilyen alufóliában volt csomagolva, ugye belül nem ebben a műanyag csomagolásban, de most, hogy gyönyörűen összehajtogattuk, eltettük a szalvétagyűjtemény mellé. Ez nagyon fontos volt a Milka, mint termék, tényleg az életemben, csak akkor még nem tudtam, hogy ez pontosan mit jelent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor beleharapok egy Milkába, akkor tényleg pont azt csinálom, mint a kisfiam az első falatnál, amikor baromi éhes, hogy hogy nem tudom, hogy úgy olvad a számban, valahogy tényleg valamit felidéz, mint ahogy a színek, szagok szerintem az ember életében nagyon fontosak. Nagyon fontos az, hogy amikor először jártam itt a gyárban, akkor soha életemben nem jártam meg csokoládé gyárban, és nem tudtam elképzelni, hogy milyen. Hát nem ilyennek képzeltem. Jó, azt tudtam, hogy egy nagybajuszú sváb bácsi egy lila tehenet fejlen, és abból csinálja a csokit, tehát ezt úgy nagyjából is lehetettem. De azt, hogy az az igazi, jó, nem tudom, német és magyar precizitás, hogy tisztaság van, hogy minden úgy van kitalálva percre pontosan, ahogyan azt tényleg nem tudja egy olyan fajta laikus, mint én elképzelni. És amellett, hogy mindez megtörténik, boldog emberek állnak a gyártósorok mellett. Boldogak attól, Isten bizony, hogy azt csinálják, amit csinálnak, és szeretik egymást. Ugye ezért az ittaság ma, hogy azért olyan közösségben vagyunk, ahol tényleg segíti az egyik a másikat, mindenki olyan szeretettel beszélt arról, amit csinált, hogy jó volt hallgatni. És szerintem ez nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy benne van minden innovációban, minden termékben, mert hiába gépsorok gyártanak nagyon sok mindent, azért nagyon fontos az ember, az emberi érzék, amit hozzátesz. És a hatékonyságot bizonyítja, hogyha az egy év alatt termelt édestáblák egymás mellé kerülnének, azok Székesfehérvárról egészen a Monteverest lábáig érnének el. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen érdemes. Jó éjszakát, viszontlátásra!